Egy évvel ezelőtt a korlátozó intézkedések bevezetését követően jött létre Jászfényszorún a Városi Operatív Törzs. A helyi csoport legfontosabb feladataként az időseknek és az egyedülélőknek nyújtott segítséget jelölték meg, de a napi bevásárlás és gyógyszervásárlás mellett segítenek a helyi intézmények számára a védőeszközök, fertőtlenítőszerek beszerzésében is. Az utóbbi hetekben pedig már az oltások lebonyolításában is közreműködnek. Oltás megkezdésekor volt szerepünk abban, hogy az idősek eljussanak az oltásra, védőoltásra. Jelenleg is kapcsolatban állunk az ANTS-szel, házi orvosokkal próbáljuk segíteni a munkájukat, hozzuk ki a vakcinát, továbbra is segítünk az időseknek, meg a betegeknek, akik nem tudják megoldani a saját ellátásukat, gyógyszer. Hogyha mindenki karanténban van a családban, gyógyszer, élelmiszer, bármi, akkor ezeknek a beszerzésében segítünk. A segítséget minden alkalommal nagy örömmel fogadták a helybéliek. Immár a járvány harmadik hullámának tetőzése helyi szinten is tapasztalható, de még így is sok a feladatuk. Az utóbbi napokban tevékenységük kiegészült az oltás népszerűsítésével, valamint segítséget nyújtanak a regisztrációban is. Aki nem tudta megtenni levélformájában a regisztrációt, annak ugye interneten kell. Most az idősebb korosztály nem feltétlenül jól kezeli a gépet, vagy nem egy kicsit bizonytalan a számítógéppel, és azoknak segítünk a TEAHÁZ kollégáival segíteni a regisztrációjukat. Igen, rengetegen igénybe veszik, hál' Istennek, és aki még nem tudja megoldani, hogyha véletlenül nem helyben oltják őt be, hanem oltópontra kell mennie mondjuk a Jászberényi kórházba, akkor oda azt is segítjük az odavaló eljutást. A regisztrációval, oltással, oltópontra szállítással kapcsolatban segítséget kérők a polgármesteri hivatal elérhetőségein vehetik fel a kapcsolatot az operatív törzsel, illetve a helyi újság következő számában is tájékoztatást adnak. Tóth Norbert hozzátette, most az a legfontosabb, hogy minél többen vegyék fel az oltást, hogy a lehető leghamarabb sikerüljön túllépni a járvány okozta nehézségeken.